Jó napot kívánok, hogy ez a csatornán szavaztok, gyerekek. Hát nem tudtam, hogy hogyan köszönjek be, aztán az ilyen spontán dolog lett. Egyébként tényleg. Így megláttam ezt a... Tudjátok, hogy állok neki videóhoz? Így most egy nagyon gyorsan elmondom, hogy elindítom Steam-en a játékot. Azt így vagyok, így nézem, betölt. És amikor így betöltődött a főmenü, itt van már, akkor meg... Hopp, be kéne köszönni, meg kell nyomni a gombot, aztán valami legyen. Induljon a bók! Na, ez körülbelül így volt most is, aztán azért volt ez a dolog. Na, gyárikék, azt mondja, hogy az nagyit meg kellene látogatni, azt mondja a küldetés. És úgy tudom már komplett nagyon három csillagosra megcsinálni, hogy íjjek bennem. Nem csörlőzhetek. És gyakorlatilag nem használhatom, vagyis nem érhetek hozzá, nem gyorsíthatok. Tehát, ugye... Van egy ilyen dolog ebben a játékban, hogy be lehet kapcsolni valahogy. Basszus, de az hogy kell? És nem ilyen, te fogom bukni, mert nem fogom tudni, hogy működik ez. Akkor ez most nem azért mondom, de ez nem is lehet választani ezt a járművet a izék közül, főmenüből, nem? Egyébként én tudtam, hogy erről lesz jó erőjármű, mert írtátok már, hogy 28 óta, hogy az aporióskával fogom csapatni. De nem azért mondom, gyerekek, de nem is hallottam még, hogy ez... Vagy ott volt az a járművek között, hát nem ma, mire használod? Mire használod a Zaporozsetszet? Egyébként egy nagy tífét, azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Zaporozsetszbe a T-34-esnek az indító motorját szerelték, ez tévhit egyébként, de ez egy ilyen urban legend volt, egy városi legende volt egy a szocialista korszakban, és akkor büszkék voltak az áporióska tulajdonosok, hogy T-34-es indító motor volt a Verdában egyébként. Nagyon érdekes az elrendezés, ugye ez egy fármotoros jármű, és dupla kipu fogó, és ha valamire, ha jól emlékszem, boxer motoros az Zaporozsetsz. És azért van a dupla kipufogó, és ugye a boxer motorra gyakorlatilag a két oldalt lévő egyből, ugye leömlő és egyből, ugye gyakorlatilag egy nagyon rövid kipufogó rendszerrel rendelkezik, mert ugye fármotoros jármű, nem viszik el előre meg vissza, hogy egy hosszabb legyen, hanem gyakorlatilag így lehúzták. Hát ez alá nem tudok ránézni, most így nem tudom tudni megmondani, de az így működik a gyerekek. Na, azt mondja, hogy akkor... Egyszer arra kéne kapcsolni, meg követni kell a izet, a nagymamához el kell menni, gondolom annyira nem lesz. Az van a probléma. Hogy fog ez működni nálam? Elvileg valami jobb, vajon, erbet. Elindíthatom, ugye? És elvileg... Ha berekom az egyesbe és jobbok egy jobb gombot, akkor... Az úgy marad. Ennyi. És akkor gyakorlatilag ezzel a sebességgel mi végig tudunk csapatni. Nincsen izé, se összkerék, se semmi gyerekek, így megyünk, várja. Egy lámpát azt... Itt is már az a betegség van gyerekek, hogy... Figyeljé! Mehetek én a fűjön? Nehogy már nélkül, amiatt ne sikerüljön. Csapjuk neki. Ne akadj el! Nem akadhatok el. Hát ez nem tűnik egy nagy kalandnak, de lehet, hogy egy kicsit megszopat minket. Valahol lesz egy olyan luk, azt beleesik, azt a vége bulinak. Egyébként gondolom hátsó kerekes, nem valószínű, hogy a farmotortól előre húzzák ugye a... a gardánál a... lehajtást. Úgyhogy egy farmotoros gyerekek gyakorlatilag egy Porsche-val vetekedik a jármű, ugye Porsche-k is a nagyrészt boxer motor, far motor, hátsó kerékhajtás, dupla kipufogó. Gyakorlatilag egy Porsche-ről beszélhetünk, arasz kivitelbe. Na most fogok megrettyenni, nem tudom, mi a szar? Nem fog ez nem fog sikerülni elsőre, biztos vagyok benne. Döngere úsz a water level. Mönnyi more? Csapjad! Adjál neki! Ugye azért raktam ilyen kicsi sebességi fokozatba, hogy azért birdja. Nem tudom, egyébként 200 éve nem láttam Zaporozsetszet a magyar utakon, nem tudom, szerintem már ha van, akkor ma izébe használják, így ilyen nagyon dugva tartják, tudjátok, mind a izét, mind a menyecskéket. Nem hordják ki a rétre, hanem inkább lehet, hogy már csak ilyen
Ez a tipikus olyan eset, mint amikor vannak ezek a izék a 0 km. Hú basszus, ilyenből egy ilyen 0 km vagy 1000 km és szerintem annyit érne, mint egy új BMW, gyerekek. Ja, dugva tartják, tudjátok. Itt egy kicsit elmegyek erre. Ne menjünk bele a nagyobb vízbe. Azért sikerült. Hú, gyerekek, várjál. Most nem tudom egyébként, hogy mennyire jó Verda. De én itt próbálom, itt küszkörök, hogy ne a... itt árok van, gyerekek, a faluban. Nálunk az... Mi a szar? Miért lőtt ilyen sötét? Hello. De gyerekek, most mitől lett sötét? Mitől lett ennyire sötét? Hallod, mi van? Ez egy csuk... Lehúnytam a szememet? Ja, itt a faluban izének nevezik. Zalába, hogy... Sáncba. Sáncba belejös a gyerek, aztán baj lesz. Zárkot annak nevezik. Ez egy ilyen kis Eliza, kis izé... Sétahajózás itt. Megyünk, mint a... Mint a Zaporozsetszel, ugye? Hát igazából. Mire hasonlíthatnám? Nem tudom, nem tudok kitalálni egy metaforát erre a szituációra, ami itt folyik. Nem tudom, meddig mennyi van még vissza, vagy meddig kell menni. Egyébként nehogy Verlen nyomjak egy W-t, mert abban a pillanatban elcseszem a három csillagomat. Csapjad neki! Gyerekek, mekkora böcek főnek? Ó! Nem szórakozik. De most komolyan mondom, mit is sötétedik? Ilyenkor mi van? Izé van? Leesik a, vagy mi, izé ilyen, agy érelemezetesedése van, aztán látás zavar, vagy... Mert valamikor olyan sötét lesz, az mind az így szaka. Sőt, már így szaka van. Jó, menjünk így. Kerülök egy kicsit, de így meg az a baj, nem látni a kerekeket, az megint abban a betegségbe szenved az a játék, hogy így figyeld. Így fogalmat sincs, mi van mögötted, körülötted, kereket nem látod. Így meg mindent látsz, nem? Ez megint, igazából kezdtem örülni, hogy most már megoldották ezt a lámpa dolgot, de nem. Meg a muterhez nem tudom meddig kell menni, kifogy a üzemanyag. Az jó egyébként, hogy 0 liter per perccel közlekedünk. Ez így végtelen ideig el tud közlekedni egy ilyen zapi. Nem tudom, szerintem egy, most őszintén megmondom, nem tudom mekkora motor volt bennük. Kövezzetek meg. De figyeljé, elvileg. Komplit lett a mission, szóval innen most már nyomhatok én, amit akarok. De azért még okosan nem nyomok, hanem ha odaértem. Ha minek nyomjak, ha egyszer nem. Gyerekek, mekkora víz van? Szórakozzál. Ha megint ha megint besötétedett. De oda kell menni. És már mehetek, ma 800-zal is. Beveszem a kanyart, és rugattam a zavart. És már indulok is. Húhú! Na, ezt nem kölöd volna. Fogalmam sincs, mi történik ilyenkor. Zapi. Te zapi gyerek. Jó, hát ennyi volt, gyerekek. Ez rappant tartalmas és nagyon rövid rész volt, tudom. So sorry, de megígértük ugye, hogy egy challenge egy napra, cross the river, nézzük meg, mit kell csinálni. Á, keresd meg a rútet, tehát keressünk egy átvezető utat a vad folyón. Egy nehéz járművel. Csináljuk meg ilyen. Jobbat is kitaláltak volna, hogy ilyen. Egyébként még az időjárási tényezőket berakhattak ebbe a játékba, nem? Esne az eső, meg a hó, meg ilyenek. Ne használja a csörlőt. Garázs trailert, és el kellene oda csapátni. Úgyhogy most ebben a pillanatban, srácok, én állok neki a következő résznek, és valószínűleg föl fogom egyszerre tölteni mind a kettőt, mert az öreg lány látogatás téma, ez nem volt egy olyan hosszadalmas folyamat, és nem akarlak benneteket így spintírés nélkül hagyni, császtok. Jók legyetek, csubi csőtészta, csá!